Chart. Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Épp kezdtem nekivetkezni, már mint a füles lekapni. Igen, amikor... hát nem, hát eldomáltuk az időt, hogyha gyorsan tőzsdézünk is. Nem tudom, Amerika miért ment föl, még mielőtt megkérdezed. Ezt nem kell mindig, én nem kérdezem meg. Jó, oké. A szakértők nyilván utólag megmagyarázzák, lefelé nézett ki, lefelé is kezdett, tinglitanglizott, majd pedig végig emelkedte az egész napot, igazából hír nélkül nagyjából. Most nap, több ilyen nap is volt, amikor hír nélkül egészen erősre váltott Amerika. A közvetlen kiváltók, az első ilyennek az volt, hogy a kínaiak feloldották a korlátozásokat, tehát az egy a nagyon nagy bizonytalan, de ez megint olyan volt, hogy pontosan lehetett tudni. Tehát ebbe sem volt az égett a világon semmi meglepő, tehát ha úgy tesszük, ez a, amiről az imént beszéltünk, nyilvánvaló volt, hogy ez fog következni, kommunikálták is, a járványnak van egy lefutása, nem lehet zárva tartani, hogy minél hamarabb megpróbálták, látták a gazdasági problémákat, abszolút ez volt a papírforma, lehetett tudni, mégis erre indult be. De, hogy talán meg lehet a teteje, már látszik a vége a kamatemelési sorozatnak, és ez úgy végigment a piacokon, akkor lehet, hogy ez volt az alja, rendkívül sokat estünk idén, nagyon negatívak voltak a számok, nagyon túladott volt, úgy tűnik, hogy... ez lehet, ami úgy most rezonál a befektetőknek. Minden esetre a tegnapi nap is erről szól, de akkor nézzük először a bétet, mielőtt 300 a konkrét amerikai számok. 300 pontos emelkedés volt tegnap, 7% ez, és 40.812 pontos záró értéket. Hát ez nem túl izmos ahhoz képest, hogy reggel a nyitás után fél órával, amikor beszélgettünk, akkor magasabb volt, mert a Budapestet beadták a végén. De na, egész napos ilyen stagnálás után a valamekkora pluszban, a végén megint kicsit az eladók domináltak, és jöttek elő, úgyhogy csökkent a plusz a végére. Mindez 17,5 milliárdos forgalom mellett történt, ami átlag feletti, és hát a vezető részvények közül a Magyar Telekom az, ami nem tudott erősödni. A többiek azok mentek, a Richter például 1,1%-kal 7385 forintra, az OTP azt mondja, hogy 38 forinttal. Ja, hát én 9300, láttam olyat, de az árás az 9194 lett, amikor említettük, ugye, hogy még azért nem olyan acélos az az OTP árfolyam. A MOL 28 forinttal 1%-kal erősödött 2798 forintra, és ugye említettem, a Magyar Telekom nem bírta tartani a lépést. Ott volt egy 0,5%-os csökkenés, és 380 forinton sikerült az utolsó kötéseket lebonyolítani, úgyhogy így is zárt a papírt. X-Cent kategóriában, hát a legmenőbb, ha jól látom, az Ébdufer, de minimális kötéssel tudott emelkedni 2,2%-kal, Gloster ment 1,6%-ot, Oxotec 1,4-et, a napi nyerté pedig esett 0,7%-kal. Uh-huh. Előző napi két kisebb veszteség után keresték a jó híreket a befektetők, próbálom keresni én is a magyar állatokat az amerikai emelkedésre. Az volt igazából az érdekes, a Microsoft jelentése gyenge volt. És 4%-os minusszal indított, ebből lett 4% plusz a végére. Ja nem, 1% plusz csak a végére, de le tudta dolgozni, tehát ez mindenképpen jó hír volt, és korábban legyalázott papírok, nagy meg a tech cégek, azok szépen mentek. Tesla 5% plusz, Facebook, Meta 5%, 5,5% plusz, úgyhogy igazából nem volt. Volt erre egy nagyon jó szó, hogy milyen spirit? Rebound-minded spirit. Abszolút. Elkapta a befektetőket a jókedv. Igen, egy rövid távra nem szóló. Nem tudom más mondani, nem. Ugye egy reboundra szóló, ugye, amikor nagy esés kezd lassulni, akkor azért elég sokan ráugranak, és akkor lesz belőle valamekkorka emelkedés, hát az most innen még nem látszik. Hogy igen, úgyhogy miközben a szakértők óriási nyilatkozott háborút vívnak, és a minden szakadásban törvényszerűen eljön a maci piaci emelkedés, úgyhogy a bear market rallinál több vagy népszerűbb kifejezést én tegnap nem láttam, úgyhogy a hógó természetesen ott voltak most is. Alapvetően nyilván senkinek fogalma sincsen, hogy akkor innen hova. Tőzsdei helyzetkép hangzott.